Nagy szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket, akik elfogadták meghívásunkat. Mit kívánna tőlünk a magyar nemzet? Mindenkor méltóképpen emlékezzünk meg őseinkről. Gyermekeink, unokáink számára őrizzük meg azt az éltető erőt, amit őseink hagyatékul hagytak. És összegyűlünk, hogy felidézzük a 165 évvel ezelőtt történteket. Felidézzük az akkori eseményeket, nem csak szóval, hanem cselekedettel is. Mert minden év április 2-án itt boldogon a szemünk előtt újra megelevenedik az akkori harci események sora, megszólalnak az ágyú, megcsörlennek a lovassági kardok, erdődülnek a karabélyok. Bátor és büszke, akármerre jár, messzi földön híres a magyar huszár. Thank you.